A rendezvény fő eseménye a kézi kukoricatörés és a szárvágás bemutatása volt, ami egykor embert próbáló munka volt. Szegények voltunk, most a szüleimmel szöttünk a szárat vágni, a csutkájai, hogy bírjunk télen tüzelni, mert tüzeltünk avval és meg szalmával, nagyon nehéz volt. De jó volt, mert összetartók voltunk, nem volt se rádió, se televízia, a mai gyerekek azok máma nem tudják, hogy ez micsoda. A Kukorica Fesztivál beindításának az ötlete 15 évvel ezelőtt született meg, és bebizonyosodott, hogy érdemes volt belefogni a megszervezésébe. Olyan a hangulat, annyian, tehát vagyunk annyi programmal, hogy méltan, tehát viseli a fesztivál elnevezést, és az, ami a számokat, tehát fontos az, hogy igen, kitartanak velünk a helybeliek is, és ezen a rendezvényen még nagyon mértékben vannak jelen, lehet, hogy mind a faunapi rendezvényen, sokkal többen részt vesznek. A rendezvény fontos hozadéka az, hogy ilyenkor összehozza úgy a faluban élőket, mint a határon túli magyarságot is. Az ilyen és hasonló rendezvények az egész falut, az egész közösséget megmozgatják Tordán, sőt a környéken is, de hihetetlen látni azt, hogy persze elsősorban a Művelődési Egyesület, de más civil szervezetek, illetve testvértelepülések képviselői is évről évre itt vannak. Az ilyen és a hasonló rendezvényeket támogatja a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság is, amely az idén 15 millió dinárt különített el erre a célra, mondta megnyitó beszédében Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Több mint 150 ilyen rendezvényt tudott kapni ezáltal segítséget a szervezésben. El kell azt mondani, hogy úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos ez a kis közösségek számára, mert ezzel magát a mezőgazdaságot tudjuk népszerűsíteni, az ilyen hagyományokat megmutatni, hogy a régi időkben milyen kemény munka is volt magának a kukoricának a betakarítása. Tordán a kukoricatermesztésnek nagy hagyománya van. Ma is legelterjedtebb növényi kultúra a határban. A napokban megkezdték a tengeri betakarítását. Ami a kilátásokat illeti, úgy gondolom, hogy a tavalyihoz képest sokkal jobb, tehát azt nem is lehet összehasonlítani, de úgy nézem, hogy az átlagtól is talán kicsit több, nagyobb termést tudunk majd betakarítani, bár az első benyomások ilyenek a kukoricáról. A Kukorica Fesztivál keretében voltak gyermekfoglalkozások, kultúrműsor, főzőverseny, horgászverseny. Óriási érdeklődés övezte a Petőfi Zenei Díjjal kitüntetett Ismerős Arcok magyar zenekar tordai fellépését, melynek a Nélküled című dala nélkül a Bánáti Szórványban sem múlhatott el magyar vonatkozású esemény. Történjen bármi, amíg élünk.